13 alkotó dolgozik a Herényiek házában. Kint a szabad levegőn és bent az épületben is születnek festmények. Vannak, akik szinte állandó vendégek az alkotótáborban. Balogh Tibor Budapestről tér vissza minden évben. Kicsit közösséget is alkot, bármennyire is elvonulunk egyen-egyenként, de az, hogy az ország különböző pontjairól jönnek alkotók, és együtt lehetünk egy évben, vagy már sokadik évben, azt szerintem egy szenzációs dolog. És hát ugye a hétköznapokból, általában a munkából kiszakadni ilyen módon jó, alkotni jó. Új alkotók is érkeztek. Én nem régen lakom Szombathelyen, és hát idáig nem nagyon festettem. Én Tatáról jöttem, Tata mellől, Dunalmásról, és 20 éve festek. És nagyon hiányzott, és hát szerettem volna valamelyik társasághoz, vagy táborhoz, vagy valahová csatlakozni. És hát a Józsefnek hallottam, vagyis olvastam a Facebookon a felhívását, hogy Herényi tábor indul, és hát elég élelmes vagyok, úgyhogy fölhívtam, megkérdeztem, jöhetek-e, és az itt vagyok. Ferkovics József, a Fáklyavívők Egyesületének elnöke 9. alkalommal szervezi a tábort, ahol nem csak amatőr, de képzett művészek is részt vesznek. A közös alkotás új impulzusokkal tölti fel őket. Az idei téma Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója kapcsán a költő élete és versei, ez inspirálja a műveket. Mindenki más stílusban alkot, a művészek 5 napon keresztül dolgoznak. A tábor művészeti vezetője a kezdetektől fogva a roma-magyar kapcsolatok erősítését tűzte ki célul. A célja a tábornak egy az alkotás öröme, ami a mi részünkről nagyon jó, meg az, hogy azért évenként legalább, ha másképp nem, így tudunk találkozni, tehát a barátság így azért tartósabban megmarad, a közös munka szeretete. Meg ami nagyon fontos kifelé is, hogy értéket mutatni. Tehát fontos az, hogy a sok pejoratív értelmű mellett azért egy a romansággal kapcsolatban legyen egy ilyen pozitív kép is, és hogy lássák, hogy azért van olyan emberek is, akik alkotók. A tábort a Herényi Kulturális és Sportegyesület, továbbá a Szombathelyi Önkormányzat is támogatja. Ferkovics József képzőművész nagyon régóta él Szombathelyen. Nagyon sok önálló kezdeményezése van, ami a képzőművészet, azon belül a roma képzőművészetet segíti, pártolja, és azt mutatja be, hogy itt Szombathelyen ezzel kapcsolatosan vannak programok, illetőleg Vas megyében, és ez egy ilyen színfoltja, ez az alkotótábor, amit nagyon köszönünk a Herényiek házának, hogy befogadtak, immár több éve, a város pedig ugye főtámogatóként jelenik meg, hiszen idén is 1 millió forinttal támogatja. A 13 alkotó műveiből szombaton 17 órakor kiállítás nyílik a Herényiek házában.